A két csapat harmadik találkozója hasonlóan kezdődött az elsőhöz, a vendégek tartották a lépést az esélyesebb cápákkal, az első negyedet egy ponttal nyerte a Pécs, a nagyszünetre pedig egypontos hazai előnél vonultak le a játékosok. Fordulás után keményített védekezésén a Nyíregyháza, támadásban is pontosabbak lettek a hazaiak, így elkezdett nyílni az olló a két csapat között. A záró játékrésznek 16 pontos nyíregyházi előnél vágtak neki a felek, így az utolsó 10 perc már csak formalitás volt, Boris Majkovics együttese 24 pontos győzelemmel tett pontot a párharc végére. Kicsit kezdtünk meccs álmos, úgy gondolunk, hogy talán győzelem saját magától fog jönni, de minden győzelemre kell harcolni. És második fél, mikor kezdünk több energiával játszani, agresszív videkezni, akkor dolgok jönnek helyre, és akkor nyerünk. És 3-0 ez a reális eredmény. Bajó Bruno 15 pontot szerezve 25-ös értékindexig jutott a mérkőzésen. A kosaras szerint javuló formában várják a folytatást. Úgy gondolom, hogy nem rossz a formám, ezt igazából mindenkiről el tudom mondani, hogy nem vagyunk rossz formában, jók az edzések. Igazából az a lényeg, hogy a meccsen ez kijöjjön, úgyhogy ez a cél, hogy meg tudjuk ezt mutatni. A szintén 25-ös értékindexel és mellette 17 ponttal záró Mohácsi Máté számított arra, hogy nehezebb dolguk lesz, mint a második mérkőzésen volt. Várató volt azért, hogy egy idegenbeli 44 pontos győzelem után pár nap múlva nem biztos, hogy ilyen elánnal fel tudunk erre pörögni, ez látszott is az elején. Nagyon laza volt a védekezésünk, tehát rengeteg pontot kaptunk az első 10-15 percben. Fél időben rendeztük a sorokat és odaraktuk magunkat, és ez magabiztos 25 pontos siker lett a vége. Nem kell túlértékelni, de azért három magabiztos győzelemben vagyunk túl. Erre készültünk, és szerintem ez egy jó erőt adhat a vasasárnél elődöntőre. A Vasas Akadémia a Salgótarján ellen 3-0-ás összesítése jutott az elődöntőbe. A másik ágon a BKG Prima Akadémia 3-0-ra múlta felül a budapesti Honvédot, a MAFSZ Veszprém párharcban pedig a fővárosiak vezetnek 2-1-re. Az egyik fél három győzelméig tartó Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia elődöntő a jövő hét végén kezdődik.